Egy góllal 9-8-ra kikapott otthon a vízilabda bajnokság élcsoportjához tartozók rangadóján a Racionet Honvéd. Vince Balázs USC-je csentelt tőlük a pontokat. A negyedik helyen álló honvédosok két pólósa, Illés Sándor és Lévai Márton kapusa vendégeink. Sziasztok, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Urak, hát ugye ez egyetlen góla múlott, vagy lehet azt mondani, hogy még talán egy kicsit kevesebben is? Mennyire volt szoros? Hát igazából szoros, a végeredmény lett szoros. Hasonló hibába estünk, mint a bajnokság első felében több alkalommal. Elengedtük az OSC-t az elején, 5-1 is volt a javukra, és onnan kellett visszakapaszkodnunk. A végén volt esélyünk az egyenlítésre, hogy a végjátékba döntetlennel menjünk bele, de döntő pillanatokban mindig hibáztunk. Mi volt ennek az oka szerinted? Hát a bajnokság elején is sokszor beleestünk ebbe a hiába, hogy lassabban vettük fel a ritmust. Az OSC azért egy komoly erőt képvisel. Úgy gondolom, hogy ők erősebben kezdték a meccset, és mi lassabban jöttünk bele, de a csapat erejét mutatja, hogy X körüli, tehát egy gólos hátrányba fel tudtunk kapaszkodni, a végén pedig ugye ők nyertek. Nehéz volt fordítani ebből. Arról egy kicsit beszélünk, azt mondjátok már, hogy ennek, amikor általában is a csapat lassabban megy bele a mérkőzésbe, tehát belealszik az elejébe, nem kapja el annyira ritmust, ennek alapvetően mi az oka? Sok oka lehet. Úgy gondolom, ez nálunk is változó, mert van olyan meccs, amikor mi kezdtünk 3-0-al. Van, amikor, tehát akár például a Fradi meccset is nézem, ami 2 héttel ezelőtt volt, ott is el tudtunk lépni 2 góllal is az elején. Van, amikor pedig mi kezdünk gyengébben, akár a bajnokság első felébe egy vasas otthoni meccs, vagy egy szentes otthoni meccs. Uh-huh. Ennek sok oka lehet. Na most mondjuk, hogyha már a Fradi elleni meccs szóba került, Sanyi, akkor ugye ott meg egy ilyen meccsbe visszajövős döntetlen lett a vége, és az igazából erre a mérkőzésre megadhatta az önbizalmat, nem? Igen, bár a Fradival kapcsolatban ugye elég pozitív élményeink voltak őszről. Azt gondoltuk, hogy most is sikerül őket bedarálni. Tényleg nagyon jól kezdtük a mérkőzést ott, és ott nem tudtuk megtartani azt az előnyt, amit az OSC ellenünk meg tudott tartani. Az önbizalmunkkal alapvetően sosem volt probléma, tehát nagyjából tudjuk, hogy mire vagyunk képesek. Sajnos az OSC ellen a mérkőzés elején eléggé alárendeltük magunkat az OSC akaratának. A nagyszünetben, amikor 2 gólos volt a hátrány, akkor mit mond ilyenkor, ebben az esetben mit mondott Vad Lajos vezetőedző? Hát ezt szerintem nem kéne most... Amit akkor mondjuk, csak jöhet a sípoljuk folyamatosan? A taktikai részét nézzük, azért próbálja feltüzelni a játékosokat, hogy egy magasabb hőfokra kapcsoljon a csapat, és akkor ez hozza magával azokat a taktikai elemeket, amikkel képesek vagyunk följönni. Jelente bármilyen pluszt egy ilyen rangadó, egy ilyen mérkőzésen az, hogyha a játékosok jelesülti tudjátok, ami ez esetben is a helyzet volt, hogy a szövetségkapitány ott van és figyel a lelátó? Marci szempontjából ez fontosabb, úgyhogy Marci válaszol, kérlek. Marci? Én megmondom őszintén, én csak a meccs végén vettem észre, hogy ki volt a Benedek Tibi. Számomra a közönség nem mérvadó. Én a saját és a csapat sikereért játszok, tehát kizárom ilyenkor, hogy kinézi a meccset. Tehát nem a lelátónak. Nem, de valószínűleg azért a Tibi olyan szövetségkapitány, aki ha nem is van ki minden egyes meccsen, ő azért a tévés meccseket szerintem visszanézi és követi a válogatott játékosok. Világos, akkor erre az a válasz, hogy a TV gyakorlatilag úgyis majdnem minden meccset megnéz, úgyhogy nem kell ilyen figyelemre számítani. Viszont a közönség azért mégiscsak kell, hogy számítson, hogyha arra gondolok, hogy az a kapcsolatban nem nagyon lehettetek csalódottak, mert lényegében tele volt az úszoda a Honvéd foci akadémistáknak köszönhetően is. Milyenek mostanában a Honvéd szurkolók, mennyi a tűz a meccseken nálatok? Ugye tavaly elindult egy egész jó tendencia a Kőér utcai mérkőzésekkel kapcsolatban. Jó eredményeket értünk el, és egyre inkább duzzadta a nézők száma, nem csak hozzátartozók jöttek ki már a mérkőzésre, hanem honvéd szurkolók is. És ebben az évben ugye főleg a Fradi hazai meccseken, a két a Magyar Kupán és a bajnokin voltak sokan, illetve most az OSC ellen.
Azt nem mondanám, hogy kialakult egy ilyen, ilyen tipikus értelemben vett szurkolótábor, de egy nagyon jó kis hangulatot tudnak teremteni a Kövér utcába a szurkolók, hogyha ha tényleg mi is belelendülünk és okot adunk arra, hogy biztosanak bennünket. A csapattársakról, ugye nálatok Kis Gergő lőtt 3 gólt, gondolom lehet azt mondani, hogy még mindig jó az öreg a háznál. Az ő személyisége, az mit jelent ennek a csapatnak, ennek a közösségnek a vízben, a mérkőzéseken is egyáltalán? Tavalyról ugye Gergely Pista visszavonulásával Geri lépett elő, ő a csapatkapitányunk, és ő és Tajmez Barna, úgy gondolom ketten ők a rangidősek, és ők mind taktikailag, mind szellemileg ők irányítják a csapatot, persze ugye az edző és a edzőstábon kívül. Mindenképpen pozitív Gergő mai napig edzéseken is, és parton is egy úgy gondolom, egyrészt erős személyiség, másrészt bármiben fordulhat hozzá az ember, úgyhogy csak pozitívot tudok mondani. Nálatok játszik ugye a bajnokság egyik színfoltja a japán Koi Takei személyében. Hát ez a srác, ez nem tudom, ezt mondhatjuk azt, hogy nagy fogás volt, hogyha már itt Gergely Pista szóba került, jól emlékszem, akkor ő volt az, aki felfedezte. Igen, a tavalyi világliga sorozatban ő látta játszani először a Kozit, és hát több más magyar szakemberrel egyetemben ő neki sikerült végül is leigazolnia. Igen, erősítést jelentett tavaly mindenképpen a csapatunknak, és ebben az évben nem a gólokkal, inkább a mezőny munkájával véteti észre magát, de tényleg kiváló játékos, 3 négyedeket játszik, tehát nagyon nagy segítség számunkra. Magyarul ma megtanítottátok? Hát először angolul kéne megtanítani. Nem, egyébként egyre több magyar szót és kifejezést ért meg. Már kezdi használni is őket, úgyhogy. Világos, de a vízilabda nyelvét akkor érti magyarul. Igen, azt mindenképpen. Az látszik, hogy a csapatba jól beilleszkedett. Nézzünk egy kicsit előre is. Mit gondoltok, hol a hely játékerőben ebben a rendkívül sűrű és erős bajnokságban ma a Honvédnak? Az körülbelül stimmel, a tabella nem hazudik jelen pillanatban sem? Én úgy gondolom, hogy már évelején is a vezetőség felől nem volt kimondva egy elvárás, de magunk felé és a csapatnak is van egy normális elvárás magunk felé, ez úgy körülbelül a negyedik-ötödik helyre van beszúrva, ahogy mondta te is, hogy elég kiegyensúlyozott és erős a bajnokság, tehát azt mondom, az élcsapatoktól is egy-két góllal kapunk ki, és a mögöttünk álló csapatoktól is egy-két góllal nyerünk, tehát minden meccs kiki meccs, de szeretnénk minél előbb végezni, és úgy gondolom, hogy reális ez a negyedik hely körüli eredmény. Most annyit, te éppen a Fraditól igazoltál át, és az a nagy kérdés, hogy nagyon szorosan küzdötök egymással ott a negyedik, ötödik helyen. Jobbak vagytok a Fradinál? Egyértelműen nem merem kijelenteni, hogy jobbak vagyunk-e. A Fradi ellen, ahogy az eddigi 3 meccsünk mutatta, mindig az adott napi forma döntött közöttünk. A Fradi ugye most a tavaszra erősödött is egy szerb válogatott játékossal, úgyhogy én azt hiszem, hogy az összes egymás elleni mérkőzésünk majd a rájátszásban kiélezett lesz, és egy-egy gólon fog múlni. Most Moszi, te viszont a Szolnoktól tértél vissza a Honvédhoz, ez így pontos, jó sikerült-e, bejött-e ez a váltás neked? Úgy gondolom mindenképpen pozitív szükség volt egy váltásra, és szerintem a Honvédnál jobb választása nem lehetett, tehát ilyen csapat egységbe érkeztem, korombeli játékosokkal, ugye ott állunk a tabellán, ahol éppen mellette olyan szakemberekkel dolgozhatok, például Gergely Pista, Vad Lajossal, amik más csapatban nem lennének, úgyhogy mindenképpen meg vagyok elégedve a döntésemmel, és eddig pozitív. Most mindketten, az utolsó kérdésem, mindketten 22 évesek vagytok, hogyan érzitek, ezek szerint jól érzitek magatokat a Kövér utcában, hosszabb távon is a Honvédnál terveztek, ez egy több generációs csapat, sok fiatallal is, milyen a perspektívája szerintetek a klubnak? Azt gondolom azzal, hogy a Pista átvette lényegében
az irányítás szakosztály felett, ugye egy nagyon elhivatott sportvezető, aki minden pillanatban azon dolgozik, hogy megteremtse nekünk a megfelelő feltételeket, úgyhogy ameddig ezek a feltételek adottak, addig és ilyen erősségű csapatunk van, addig nincs értelme a váltáson gondolkodni. Detto. Igen, és szerintem a vezetőségnek ez is volt a célja ezzel, hogy ilyen fiatal gárdát hozott össze egy-két rutinosabb játékossal, szerintem ők több évre terveznek előre, és ha ez a terv, akkor mindenképpen jó úton haladnak, mert egy csapatban fontos a csapategység, és ezt pedig ezzel tudja elérni szerintem egy vezető, hogyha összetartja a játékosait. Hát akkor sok sikert ez a következő korszakhoz. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük. Köszönjük szépen.